Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban ezt a Huawei P8 Lite-ot fogom megjavítani, és hát értelemszerűen meg is mutatom, hogy hogyan. Ahogy látjátok, a kijelzője van, valamint a hátlapja össze-vissza törve. Úgyhogy hát a szokásos művelet ezekkel az ilyen újfajta érintőképernyős telefonokkal, hogy előbb felmelegítjük. Ezt ugye hátulról kell, hogy megkezdjem. Van rajta egy új lenyomatérzékelő, úgyhogy valószínűleg kábelek is vannak, amire vigyázni kell. Mivel nem kár ugye már ezért a hátlapért, mert amúgy is össze-vissza van törve, ezért most nem fogunk vele óvatoskodni. Értelemszerűen, hogyha a hátlap nem törött, azért érdemes ésszel levenni, hogy ne kelljen másikat venni. Úgyhogy felmelegítem, leszedem, és akkor itt van az új kijelző átépítésre fog akkor kerülni a belseje ebbe.
És akkor most még mielőtt összerakom teljesen, letesztelem gyorsan az LCD-t, úgyhogy csak néhány főbb alkatrészt haigálok vissza, hogy nehogy teljesen összerakjam, és utána derül ki, hogy nem megy.
ennyi is volt a kijelzőnek a cseréje, úgyhogy ahogy az látható, működik is. Nincs erről sem többet mit mondani. Amúgy is későre jár, úgyhogy megyek is aludni. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Amennyiben tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen és ehhez hasonló videókról. Köszönöm a figyelmeteket, és sziasztok!